Sziasztok, a kolléga megoldja nagyon szépen. Kérem, foglaljanak helyet. Nagy szeretettel köszöntöm önöket a Lipták Villában. Én Lakatos Tíma vagyok a Lipták Villának az intézmény vezetője. A Lipták Galéria utolsó kiállításán veszünk most itt részt együtt, amely Sorkida Andor úrnak, ahol magyar föld van, címet viseli. Én szeretném felkérni Csaniba Andreát, aki az Zuglói Cserepes Kulturális Kft. Vezetője, hogy mondjon egy rövid köszöntőbeszédet, és az alpolgármester úr szavait ismertesse önökkel. Kérlek. Tisztelt művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, kedves vendégeim, kedves barátaink, hosszú a felsorolás, mert be kell valljam őszintén, hogy kiállítás megnyitón ilyen sok érdeklődőt, barátot, vendéget igen csak ritkán látni, és ez külön köszönet és külön gratuláció Sorkida Andornak, úgyhogy tapsoljuk is meg. Álmunk teljesül a mai napon, amikor Sorkida Andor kiállítását befogadhattuk, illetve megnyithatjuk. Mondhatom azt, hogy ez társaságunk az Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. Karácsonyi ajándéka. Régóta vártunk már erre, a Cserepesházban már volt kísérlet arra, hogy megmutassuk Sorkida Andor művészetét, de ott egy igen kicsi kiállító helységünk van, egy kultúrkávézó, és úgy gondolom, hogy ez most ennek a kiteljesedése, és ezt tényleg karácsony ajándékként kaptuk itt dolgozók, illetve az ide látogatók is, és ezt szeretném megköszönni. Most pedig egy feladatomat kell, hogy teljesítsem. Rozgonyi Zoltán Zugló alpolgármestere nyitotta volna meg ezt a mai nagyszerű kiállítást, de sajnos beteg lett. Ez alatt sem tétlenkedett, mert a délelőtt folyamán megírta a megnyitó beszédet, átküldte az elektronikus levelezés lehetőségével, és én ezt felolvasnám önöknek, hogyha megengedik. Tisztelt művész úr, kedves hallgatóság! Nagyon megtisztelőnek éreztem, amikor elérkezett hozzám Sorkida Andor képzőművész, költő, művésztanár felkérése, hogy Zuglói kiállításának megnyitóján köszöntőt mondjak. Nem csak azért, mert szeretem Sorkida Andor művészetét, hanem azért is, mert gondolkodása, műveinek üzenete is közel áll hozzám. Sajnos az influenzám nem teszi lehetővé a személyes részvételt a megnyitón, ezért pár sorban szeretném köszönteni a kiállítást. Sorkida Andor kiállításának címe, Ahol magyar föld van, szakrális hitvallása hazáról, fontos üzenetet hordoz, hiszen megjelenik benne a hit, a hazafogalma és a művész ezekhez való viszonya, kötődése. Mai globalizált világunkban ezek nagyon fontos fogalmak, és ahhoz, hogy el tudjunk igazodni benne, meg kell találnunk gyökereinket, alapvető értékeinket, hitünket. Zugló egész közösségének szüksége van gyökereinek megtalálására, hagyományaink ápolására és a legfontosabb értékek megfogalmazására. Csak így válhatunk erős és sikeres közösségé. Sorkida Andor művészetével kapcsolatban egy Márai Sándor idézet jut az eszembe, ezzel szeretném köszönteni a művészt, hogy megtisztelt bennünket művészi vallomásával és az érdeklődő közönséget. A remek műről és a tündériről. Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, és időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is. A remek műben van valamilyen tündéri elem is, mely csodálatos fényével átsugárzik az egészen, oly gyöngéden és megejtően, mint ahogyan az északi fény világít a nyári éjszakában, valószínűtlenül és mégis fényszerűen, mert látni és olvasni is lehet mellette. A remek mű legyen valóságos, pontos, okos, céltudatos, arányos, gondosan megmunkált, hűségesen kivitelezett, s legyen még valami más is. Tündéri is legyen. És minden öntudatosság mellett önfelett is legyen. Mérnöki szabályok szerint épüljön, de káosz is legyen benne, egy kávéskanára való az ősködből, mely a csillagképek nyomában porzik aranyszemcsékkel. Tündéri nélkül csak nagy vagy tökéletes művek vannak. Az igazi remek mű néha nem is olyan tökéletes.
csak sugárzik, a csak álom is benne van, a csillagok fénye, a tündér. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud művén segíteni, az utolsó ecsetvonást, a tündérit, az Isten végzi el. Tisztelettel, Rozgonyi Zoltán. Köszönöm figyelmüket, és átadom a szót Lakatos Tímeának, kollégámnak, a tagintézmény vezetőjének. Kérem, fogadják szeretettel Halmos Annát, aki a Búza Szentelő tavaszi áldozat című verset fogja előadni. Sorki Dala Andor, Búza Szentelő tavaszi áldozat. Ó, te áldásért vágyódó kisded búzatő, rögök fészkéből feltörő kiszöld szökőkutak. Ó, zsenge pázsit, mennyből kapott erő, melynek smaragd hullámaival ölelkezik a nap. Ó, te évente kihajtó, eddig rejtezett remény, az eljövendő aratást megaranyozó ünnep. Ó, zöld ragyogású, földre tükröződő fény, az újrateremtés igéző oltár a szívünknek. Ó, ha felhangzik a határban zsoltáros ének, és az égi szűz dicséretével körmenetek várják pacsirta szavú templomodban hajnali misévet, hogy zengő lélekkel benned a jövőt imádják. Ó, a tavaszi égből a földre leszálló áldás, fakadó élet, naponta megszentelt kenyerünk lesz. Szívünkből feltörő őszinte felajánlás, feltámadó ősi vágy, tavaszi áldozat ez. Ó, a búza szentelés ünnepe, méltó a harmatos szemre, jövőnk sarjadó záloga a zsoltárok szavával. Munkánk a beérő kalászod, százszorosan teremve, legyen az új életet ígérő, fenséges akaratod által. Amen. Most pedig, akire már oly sokat vártunk, szeretném megkérni Sorki Dala Andor urat, hogy fáradjon a színpadra és beszélgessünk kicsit a műveiről. Tisztelt vendégeim, nagy megtiszteltetés a részemre, hogy ismételten itt látom önöket. És hadd kezdjem a meghívóval. A meghívó elnevezése, ahol magyar föld van, és folytatása szakrális hitvallás a hazáról. Tovább is megyek egy kicsit. Sorki Dala Andor képzőművész, költő, művész talán. Kérdés a következő. Nem sok ez egy kicsit? Na most a következőt kell válaszolnom rá, hogy ez a három terület nálam összeölelkezik, egységet alkot, és nem tudom magamban szétválasztani ezeket a tevékenységeket, ezeket a hitvallásokat. Na most a meghívó, ami nagyon színvonalas, nagyon szép, és külön köszönet az intézmény munkálkodásáért, egy úgynevezett Matyó ikont
ábrázol, egy 20x30 cm-es ikon ez, és amikor kiállítottam, két veszély volt, az egyik a kellemesebb, azt hitték, hogy autentikus, régi ikon valahonnan egy ismeretlen szerzőtől, a másik pedig az, hogy fölöttét tulajdonosai akartak ennek a darabnak lenni. Na most, ez, hogy képzőművész, ez tulajdonképpen nem csak az iskoláimból fakadó dolog, hanem egy belső kényszer arra, hogy alkotni tudjak, valamilyen módon figyelmet fölhívni arra, hogy engem milyen dolgok foglalkoztatnak belülről, és mindezekről hírt adni. Igen ám, de rendkívül nehéz megvívni ezt a harcot, mert bárki állíthatja magáról, hogy képzőművész manapság, képzőművész az, aki magáról azt állítja, hogy az. A veszély akkor történik, amikor mások állítják, hogy az. Tehát itt már akkor elvárások vannak. És az emberben van egy metamorfózis arra vonatkozóan, hogy eleget tudok-e tenni ennek, hogy engem ezt így neveznek, tehát hogy képzőművész vagyok. Mitől vagyok képzőművész? Amikor 65-ben a Fiatal Művészek Klubjában az első kiállításom volt, így neveztek. De kérem, elvárásokkal jár ez együtt. És amikor életemben először 24 éves koromban kiállítottam kollektív kiállítás formájában, és egy házaspár jött és nézegette a metszetsorozataimat, és gondolkodtak, vajon Tamási Áron Jégtörő Mátyásához készített nagyméretű illusztrációs sorozatom mit takar. Beszélgettek, vitatkoztak, és előléptem a ismeretlenségből, és mondtam, hogy kérlek, én készítettem ezeket a dolgokat, és kérdezhettek. És utána rájöttem arra, nem mindegy, hogy milyen ecsetvonást tesz az ember, nem mindegy, milyen vonalat húz, hogyha ez hat, tehát befolyásol másokat. A saját műtermemben 100 képet készítetek, de csak egy valaki megkérdezi, hogy kérem, miért így húzta és miért nem úgy, akkor nekem választ kell ráadnom, mert valamilyen szempontból esetleg megfogta az illetőt. Na most ugyanez a helyzet állt elő a költészettel kapcsolatban. Annak idején a fiatal költők József Attila körénél kezdtem, és kollektív estek formájában sokszor léphettem közönség elé. Amikor aztán rájöttem arra, hogy viszont válaszok vannak, tehát
én írok érzelmeket, gondolatokat, és viszont válaszként elvárják tőlem, hogy nyilatkozzam. Akkor riadtam meg idézőjelbe egy kicsit. Nem mindegy, ír az ember az íróasztalának, kész. De amikor számon kérik, az felelősséggel jár. Az már hittel kell, hogy járjon, és kell, hogy hittel dolgozzon. A művésztalanságot sem én ragasztottam magamra, hanem 35 éves koromban kaptam meg művelődésminisztertől a kiváló művésztanár címet. És ez nem hatott meg engem, hanem kötelezett. Arra kötelezett, hogy hosszú évtizedekig nem mondom meg hányig, de műveljem a feltörekvő tehetséges fiatalokat. Így történt aztán, hogy kb. 24-25 olyan befutott, nemzetközileg elismert tanítványom van, akik a képzőművészeti tudnivalókat alapszinten, középszinten, néha egy kicsit felsőbb szinten is elsajátították tőlem. És ez egy hatalmas felelősséget rótt rám, és a legjobbnak és a legmegtisztelőbbnek azt éreztem, érzem, hogy a Magyar Képzőművészek Szövetsége köszönő oklevelet küldött nekem, mondván, írván, hogy a magyar képzőművészet nevelésének az alapját ön alapozza meg a tevékenységével. Ez a szóval akkor hagyjuk tovább ezt, hogy miért vagyok. Elismeréseket kaptam mind a három területen, de hát az ember nem ezért csinálja, hanem ezért csinálja, mint ahogy Byron mondta, azt hiszem, hogy szokása a dolgokat az elején kezdeni. Hát én most úgy hirtelen a végén kezdeni. Ezért érdemes alkotni, ezért érdemes dolgozni. Ez év áprilisában, költészet napján az a megtisztelésért, hogy a Művészet Barátok Egyesületének a dísztermében, mint költőt, hát kértek föl, hogy szóljak néhány szót, bocsánat, ne szóljak, hanem a műveimet, a verseimet adják elő egy bizonyos tematikus változatban. A cím az volt, hogy Él hitében a nemzet, és itt kapcsolódik ehhez a kiállításhoz a költői estem, mert a második önálló kötetemnek az utolsó verse az úgy hangzik, hogy ahol magyar föld van, mindenik hajlékom, mert ott él hitében föltámadva a nemzet. Hát innen származik ez, hogy ahol magyar föld van. És itt engedjék meg, hogy egy kicsit megint a címhez ragaszkodva, és már a kiállítás
bemutatva szóljak valamit erről a dologról, hogy szakralitás. Manapság nagyon sokat lehet hallani róla, és nagyon sok mindent mondanak. Na most hatalmas fejlődés, hogy lehet erről beszélni manapság, hogy szakrális, hogy egy kicsit fölül emelkedett a hétköznapokon. De vajon mi az értelme, mert mi a tartalma? Tehát, ha csak szó szerint értelmezzük ezt a jelzőt, akkor gondolhatunk arra, hogy kifejezetten egy hit világ megvallásáról van szó. Holott megítélésem, és így kell értelmezni a szakralitást, nem erről van szó. Tehát nem a szűkebb értelem, hanem a tágabb értelem. Tehát lehántani a valóságról különböző rétegeket lehet. És végső soron, amikor lehántja az ember több réteget, eljut ahhoz, hogy van egy haza a magasban, van egy szakrális lét, van a létezésnek egy olyan szintje, ahol büszke az ember, hogy ember lehet, és büszke arra, hogy ezt valamilyen formában egy kicsit másoknak is tudomására hozhatja. Mire gondolok? Ott valahol messzebb 3 vagy 6 napra forgó van a képen, az a címe, hogy napra forgó ritmusok. És kérem, külön örömnek érzem azt, hogy egy kis falusi ház falához támasztva felfedezhettem ezeket a napraforgókat, egyik így fölrakva, a másik pedig a magos felével így. Hihetetlen csodák történnek a világban. És ezt a hihetetlen csodát szeretném egy kicsit úgy kifejteni, hogy az új koncepciómat is egyben az önök tudomására szeretném hozni. Itt az irodalmi tanulmányaim is segítenek. Dénes Zsófia írja visszaemlékezéseiben, hogy amikor Párizsban volt egy polgári berendezésű lakásban lakott, egyetlen díszítménye egy népi mintájú terítő volt a falon. És akkor nem hagyta nyugodni, hogy a magyar nép ilyen érdekes és több évezredre visszamenő üzenetet hordoz, mint a szibíriai elődeinknek a vércsepjei lennének azok a piros rózsák, amelyeket a népi ismeretlen művész alkotott. Na most hasonló metamorfózison estem én is át. A műtermemben van egy népművészeti párna.
20 éve, 30 éve. És egyszer csak elkezdtek megmozdulni a motívumok, életre kelni a motívumok. Ott látható ezzel a címmel, hogy életre kelő motívumok, tehát megmozdultak a motívumok, emberré kezdtek válni, és a népi iparművészetnek a sajátosságaiból kiléptek, és egy kicsit az egyetemes művészet teritoriumába, tartományába beléptek. És régi elképzelésem ez, és itt vallásom, hogy az irodalom, a népköltészetben az egyetemes magyar irodalomba integrálódott. A népdal költészet természetesen követte ezt, és ő is klasszikus, a nagy magyar klasszikusok soraiba emelte a népköltészetet, a népdal kultúrát, népdal kincset. És régen izgat ez a kérdés engem, hogy is kérem a vizuális jellegű népművészetet, ami nem a párnákra vonatkozik csak, hanem a plasztikákra, az egész népi kultúrára. Vajon miért nem integrálódott be az egyetemes magyar művészetbe? Voltak rá kísérletek? Kérem szépen, a honfoglalás az éves évfordulója alkalmából kísérletet tettek arra, hogy az évezredes, évszázados kultúránkat beépítsék a magyar építészetbe, a magyar festészetbe, a magyar szobrászatba. De hogyan történt ez? Úgy történt, hogy mint díszítmények jelentek meg a kompozíció keretében. Érdekes stiláris rokonságot mutatva az iparművészettel. Ugyanakkor pedig ugye Európában megjelent a Stil Novo, tehát egy új stílus elnevezéssel olyan törekvés, ami nem hordozott olyan mély gyökereket és lényeget magán, mint a magyar szecesszió. Tehát kérem, a magyar szecesszió megítélésem szerint, és Szabadi Judit művészettörténész megítélése szerint, aki elsőként írt összefoglaló művet a magyar szecesszióról, tehát, hogy a magyar szecesszió magyar gondolatokat, magyar érzelmeket tükröz, és több évszázadra, évezredre visszamenő koncepciót, gondolkodásmódot tükröz. Tehát megpróbálkoztak azzal, hogy a magyar nép művészet kincseit beépítsék a festők a műveikbe. Megpróbálkozott egy Csarki Dalandor nevű ember is, és rájött arra, hogy igen, nagyon szép, és rendkívül
dekoratívan építhetők bele zsánerkép formában a festészeti kultúránkba, a festészeti koncepciónkba. És itt a bökkenő, ez itt a bökkenő, hogy megpróbáltam egy kicsit tovább lépni, tehát a népművészetet integrálni az egyetemes magyar művészetben. Mondhatják, hogy kérem, hát könnyű nekem. Az édesapám rudnai tanítvány volt a főiskolán, szociális érzékenységgel, népművészet elkötelezett embere, és nem tanított semmit nekem, de átsugározta azt a fajta mentalitást, ami nagyon jó alap volt arra, hogy kiindulhassak. És ki is indultam. Tehát kezdtem azzal a szociális díszítő jellegű érzékenységgel, ami a kis szobában, kisebb teremben, és itt néhány képen látszik, és folytattam tovább egy mélyebb értelmezéssel. Ez a mélyebb értelmezés pedig az összmagyar népi művészetre kiterjedt. Néhány olyan dolog, például Erdélyi Zsuzsa, archaikus népi imádságai megfogtak engem nagyon, és egy sorozatot készítettem belül, egyetlen egy tagja van ott, a Kakas Kukorit Hajnal Kibirit címmel ott, és tulajdonképpen egy misztérium, népi misztérium játékot jegyzette le dallamos formában Erdélyi Zsuzsanna, rendkívül módon megfogott. De ugyanakkor érdekel, és nagyon érdekes, izgalmas dolog, az a magyaroknak a több évezredes kultúrája, gondolkodásmódja, kifejezési formája. Ezekre vonatkozóan, tehát most egy olyan 14 új alkotást készítettem, amely ezeket a forrásokat megpróbálja integrálni az egyetemes magyar művészetben. Itt van például a Tulipán teremtése című képem, amit az utóbbi időben készítettem, és lényegében ott is ez az animációs népi formáknak az építkezése egy kicsit egy szélesebb körű megközelíteni. Ott van a Keresztútjaink című ikonosztázom, ahol ugyancsak ez a fajta életérzés kerekedik fölül. De ott van a Megéledő motívumok című kompozíción, amely szintén ugyanezt jelenti. Itt a bal oldalamon lévő falnál két ősi elgondolás is szerepet kap,
bizonyos fokú szürrealizmus, expresszionizmus és szimbolizmus. Ezek azok, amelyek így a népek vizuális gondolatvilágában és világában funkcionálnak. Miért merem ezt mondani? Mert nem tudom, hogy hol van ez a kisebb méretű képen, jelek, jelképek. Ott, tehát egy metszetem, ott az a bika és négy motivumok, és kérem, örömmel és izgalommal hallottam valakitől, hogy voltak kinn a dél-tengeri szigeteken, és ugyanezt a motivumot fedezték föl. Most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a mindenkori egyetemes művészet a mindenkori népek művészetéből nőtt ki, tehát is kapott sajátos jeleket, sajátosságokat, így a képzőművészetben is. Tehát a koncepcióm, és azért örülök, hogy ilyen szép teremben önök előtt elmondhatom, kihirdethetem, mint az avantgardisták annak idején, ugye kiáltványok formájában, tehát most kihirdethetem, hogy immáron beértem arra, megértem arra egy kicsit, hogy ezt a koncepciót képviseljem, hogy kompozicionálisan nem külső formákban, hanem belső tartalmában a népművészetet integrálni próbáljam az egyetemes művészet, a magyar művészet tartományában. Izgalmas, érdekes kérdés saját magamnak is, és kíváncsi vagyok, hogy ezeknek a kihívásoknak hogy tudok eleget tenni az eljövendő időben. Végezetül nagyon sok minden gondolatot fölírtam, nem akarom önöket untatni, de fölírtam még hát azt lényegében még el kell mondanom, hogy a múlt században egy Hans Zizelmeier nevű müncheni művészettörténész itt egy tanulmányt, több tanulmányt is, egyiknek a címe a Die Revolutionenden Modernen Kunst, tehát a modern művészet forradalma, melyet ugye Frank János a Modern Művészet Bálványai címmel fordított le. A lényege az, ennek a műnek, amit nálunk a múlt század 50-es, 60-as évében jelentettek meg, hogy amikor változás áll be a művészetekben, akkor egy ideig megtisztulnak a művészetek. Példát hozott rá, hogy a klasszicizmus kivirágzott és önmagává vált minden művészeti ág területén, és utána mi következett? Utána következett a nemzetekre, sőt egyénekre lebontott sajátos attitűdje a művészeti kifejezés módoknak. Tehát most korunkban kérdés a következő, hogy mi lesz veled, te népművészet?
ezt írtam föl, és így vitatkozom is magammal, egy kicsit vagy hangosan megpróbálok így elgondolkodni önök segítségével, hogy a népművészet tulajdonképpen ugye újabb felfedezés előtt áll, különböző nemzetközileg is elismert helyeket kap osztályrészül, megpróbálják alkalmazni az itt van a magyar mentalitást, és az életünk tele van jelképekkel, nem mondom el, amit ide fölírtam, tehát az életünk tele van jelképekkel, tele van szimbólumokkal, és olvasni kell tudnunk egyre inkább követelőzően, hogy mi végre is vagyunk itt a Földön. Azzal a végszóval szeretném zárni a hosszúra nyúlt, bár rövidre tervezett mondatomat, hogy a szeretet tart mindent össze. Az a szeretet, ami nem csak emberi sajátosság. A szeretet az isteni erőtér. Tehát mindig az advent állapotában vagyunk. Mindig várakozunk arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és közelebb kerüljön hozzánk a világ is. Köszönöm szépen! Hallgassák szeretettel Novrotil Andreát, aki egy szakrális népdalcsoporral készült. Köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek. Ma, amikor felhívtam tanár urat, hogy mégis minek örülne, hogy mit énekeljek ma, akkor azt mondta, hogy valami szakrális a tandékán. És mondtam, hogy ez egy kicsit szűkítsük, mert olyan gazdag a nép de a kincsünk, hogy ez több ezer dalt jelent. És akkor mondta a tanár úr, hogy jó, akkor nagyon örülne egy rengetőnek. És mondta, hogy egy Mária rengetőnek? Mondta, hogy igen, az nagyon jó lesz így advent idején. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy énekelek három Mária rengetőt, így a magyar összefogás jegyében egyet Moldvából, tehát így a legtávolabbi, tehát soha nem tartozott Magyarországhoz területről, ahol kisebbségben élnek a moldvajcsángó magyarok. Utána egészen a másik széléig repülünk Nyugat-Dunántúl, Vitnyédről, szól még egy rengető, és aztán felmegyünk egészen a Felföldre és a zoborai magyarságtól is egy Mária rengető. És elég pont egy arhaikus imádságot gondoltam, és ha már megemlegette tanár úr, harmóniában vagyunk, pedig nem beszéltünk össze. Megemlekedte Erdély Zsuzsannát, aki nekem is egy nagyon fontos tanító a könyvei által, illetve főleg a főkönyve által a Hegyet hálítőtök lépék, ami egy fantasztikus imádsággyűjtemény. Ebből hoztam egy olyan arhaikus imádságot, aminek megvan az énekelt változata. Én fák elég, jó rákvá hajnalba. Én fák elég, jó rákvá hajnalba. Ki most oda minden bűneimből, s ki most oda minden bűneimből. Megkendő Kimba.
imennék én ajtó melejébe, s főtekintik nagy magos mennyékbe. Nyitva látám mennyország kapuját, s azon belül egy rengő böcsücskét. Abba fekszik maga Urunk Jézus Krisztus, ő mellette vala anyám Szűz Mária. A lábával rengetgeti vala, s a szájával fúdogálja vala. Aludjál el Isten szeretetből jöttél erre a világra. Aludjál el Istennek báránya, mert te jöttél a világ váltságára. Midőn a szűz magzatja, jászolban síró fiát el akarja alítni. Így énekel ő neki, ó napfény, ó élet, ó édes Jézus, ó édes Jézus. Aludjál úgy, királyom, mik hagynak ez világon. Aludjál úgy, virágom, zöld eldő rozmaringom. Ó, napfény, ó élet, ó édes Jézus, Jézus. Sír az Isten báránya, van, aki őt sajnálja. Bűneinket siratja, szűz anya így ringatja. Áj, 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 Jézus aludjál. Ne sír gyönyörűségem, ki vagyon ékességem. Szép bölcsőd ad zengenek, a mennyei seregek, a lelkem sugara. Jaj, de kemény a jászol, kisfiam, jaj, de fázol. Él ellen itt nincs bártya, csak Szent József palástja. Áj, 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 Jézus aludjál. Na ti apró diákok, szépen csendíjátok, hogy aludjon Mária, fényes nap felköltik. Rengő alá rengő, szállj el a zöld ágra, szállj el a szép zöld ágra, mint Magyarországra. Ezzel kapcsolatosan Halmos Annát szeretném felhívni a színpadra, Navradil Andrea szakrális népdalait hallgatva című verset fogjuk hallani. Sorki Dala Andor, Navradil Andrea szakrális népdalait hallgatva. A terem üres már, de a falak felzengenek, mert lehúgy szemekkel, önfelettel oddaloltál. Hangokkal átkarolva, ringatva nemzeted, mint élő emlékezet, hitből fakadó zsoltár. Mi a titka, hogy ennyire elvarázsolsz, hogy énekeddel mindeneket megtérítesz?
hol Orfeusz a dalnok és kedvese összesimulva jár a lelkedből szét külbe. Ének, zene lesz. Mi a titka, hogy elhisszük neked életünk jelkép? Virág, rozmarin ág, napsugaras. Népünknek évezredeken át rejtjeles üzenetek. Kék sejem zászlókon egyszerre ragyog a hold és a nap. Miért tárul ki énekedre a magányos lélek? Te hangos imáddal messzire hirdeted. Szent István szelíd példáját újra át és átéled, megszólítod a szeretetére szomjazó szívet. Miért borzom bele a csodával ékes felismerés? Tanult lettünk a híveid, mert így szól az ének. Hangodon által visszahallani, ahogy dobog a szív, és felülemelkedik, megtisztolva a lélek. Ó, hogy tudod szétosztani dalokból megtestesült magad? Mint egykor a názáreti az éhező tömegeknek bőséggel adott hittel megáldva kosárnyi kenyeret és néhány halat. Ki ez? Kérdezik rólad. Honnan jött ez a tünemé? Akinek énekében egymásra mosolyog az élet és a gyász. Testvérek leszünk hozzás körében, mint az árnyék a fény. Ismét kérem, hallgassuk fel Nadrati Andreát. Ez pedig a régi himnuszunk lesz, a Boldog Asszony Anyád, mert az áró vershez úgy éreztem, hogy ez így leginkább. Boldog Asszony Anyád, égi nagy pátrónád, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástot fordítsd oltalmunkra, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segítsd meg áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket te rád bízott. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el a szép magyarokról. Lassan pedig zárásképpen kérem, hallgassák meg utolsó versünket, Emelj fel hozzám, címmel Halmos Anna. Sorki Dala Andor, Emelj fel hozzám.
Emeld fel a szívem oltárod elébe, hogy szenvedésemért megérdemeljelek. Az életem tiéd hitemért cserébe. Igazságod okán immár kevés a tett. Orkánok támadnak keletről, nyugatról, naponta ellenállsz megvívva harcodat. A múltból a lelked tárogatója szól, erőt küzdelmedhez a magyarságod ad. Emeld fel szívemet oltárod elébe, a munkám, a sorsom, mint csekély áldozat. De bennünk lázadozik az őseink vére, a jelenünk s a jövőnk záloga is te vagy. Már kevés a hűség, már nem elég tenni, nyugtalan lélekkel aggódni sorsodért. A töretlen úton előre kell menni, megküzdve gazokkal, akár tövis vagy tüskesért. Az emberfia is érettünk kínzatott halálig. Példája szent erőnk a feltámadás. Mert a keresztúton a hit győzelme világít, a szívünk is felizzó, lángra gyúlt parázs. Hazám, emelj fel, a mágiádon éges. Ha sírnak a folyók, kiáltanak hegyek, akkor is enyém vagy. Bár életem véges, a lelkedben akkor is örök láng leszek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és egy kis vendéglátással készültünk, hogy még tudjanak a művészóra beszélgetni, úgyhogy szeretném önöket ide a baloldali terembe beinvitálni, és köszönöm a figyelmet. Mielőtt erre sor kerülne, szeretnék köszönetet mondani a rendező szervnek, és megköszönni azt, hogy ilyen reprezentatív belső térben engedte érvényesülni a képeimet és a gondolataimat. Az előadó művészeknek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy úgy érzem, hogy az elhangzott szó, az auditatív élmény és a vizuális élmény adekvát egymással. Adekvát volt egymással. Ennél többet én nem is kívánhatok valójában. Úgyhogy, hogy eredetileg hoztam néhány kedvességet azoknak, akik lehetővé tették a lehetőségekkel, vagy személyes önmagukkal ennek a számomra felmerő esnek a minőségét. Tehát kérném szépen, babikám, ott van az oktatásnám, ad nekem ide. Először is az első kötetem most jövőre a ünnepi könyvhéten jelenik meg, a harmadik kötetem. Ezt kell mondanom, és az elhangzott vers a Búza Szentelő tavaszi áldozat egyben a harmadik kötetem címe is lesz, címadó verse is lesz. Szokásomhoz híven saját magam csináltam a tipográfiai megjelenítést, és hát a
kis teremben lévő egyik festményem, az első kötetnek a címoldala, ezt Rozgonyi polgármester úrnak szántam, és hát nem... Igen. Egyben akkor Csanig Andreának, az én kedves régi ismerősömnek és barátomnak hadd szabad egy szál virággal együtt átnyújtani. Igen, igen. Szóval ez a kettő az övé. Köszönettel tartozom Navratil Andreának. Kedves Andika, engedj, hogy hadd nyújtsam át mély tisztelettel. Hogy ő ebben az évben már ugye, a költészet napján is elbűvölt bennünket, és az a kötet van benne, az az antológia, amiben a hozzá és róla írt vers van. Hát ezt tudtam tenni köszönetében, és nagyon szépen köszönöm. Köszönettel tartozom Halmos Annának, aki mély átérzéssel mondta el az én műveimet, és igényt tartok az elkövetkező időben. Belehalok. És egészen ezért írtam, hogy valaki... Igen, látottam ki a profi és ki az amatőr. Belehaljon, és nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, Babikám. Úgyhogy, hogy ez a kis köszönő cédula. És megpróbálok egy antológiát szerezni neked is. Igen, de az a neven, az Andiról írt versen van. Köszönöm. Röpnek pedig kollektíve megköszönöm, hogy ilyen szép számmal jelentek meg. Remélem, hogy nem csalódtak az esnek a céljait illetően, és hát töményen ennyit önmagamból igen nehéz elviselni ilyen hosszú időben. Úgyhogy köszönöm szépen! Thank you.
De az nem, már volt tavaly. Igen. Ó! A Tibi ugye az eltelt is hozta. Ugye hol van? Portugáliában tanulom. Jé! Művészet. Nem, már animáció. A Momé. A Momé-nek most végez a Momé. Az utolsó előtt is fejlődik, hogy az igaz, hogy szóval. Aztán, bocsánat, én szeretnék készíteni egy képet majd őkül. Képbe jelölt. Ez egy javasló. Igen, én is így gondoltam. Itt lehet. Igen, hogyha... Na így. Nem szeretném belebegni. Yeah.